1997-ben 5 édesanya fogott össze, és hozta létre a Békesugárúti óvodában a Kéz a kézben gyermekeinkért gyulai óvodai alapítványt. Nagy örömünkre szolgál nekünk, alapítóknak az, hogy a mai napon itt lehetünk azon a rendezvényen, ami egy sikeres pályázat keretében valósul meg. Földünk védelme, környezetvédelmi projektet adtunk be pályázatként egy évvel ezelőtt, és nyertünk ezen a pályázaton. És a pályázaton nyert összeget az óvodai játékoknak a felújítására, illetve új játékeszközöknek a vásárlására költöttük elsősorban. Ami itt a mai napon történt, egy mérleghintának az átadása. Nagyon nagy szükségét látom annak, hogy a Békesugárúti óvodába járó gyerekek környezetét, az udvari környezetet egyre szebbé tegyük. Ezen pályázat keretein belül megvalósult több programunk is. A környezetvédelemre, hogyha visszautalok, akkor az elmúlt héten, hétfőn a szülők segítségével, gyerekekkel és az óvópedagógusokkal, Dalka nénikkel együtt sövényt ültettek, valamint virágokat az óvoda udvarára. És azt megelőző héten, pénteken pedig Debrecenben jártak, a debreceni állatkertbe látogattak el a nagy csoportosok, 40 fő plusz óvónők és Dajka nénik. Egy programunk van még hátra ebből a projektből, ez nem más, mint az őszi erdő megfigyelése, amelyre kint a gyulai erdő, Gyula környéki városerdőn kerül sor, jó, tudomásom szerint egy hét múlva, ott pedig azok a gyerekek fognak részt venni, akik kimaradtak a debreceni útból, tehát kis és középső csoportosok.